Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a most látható műsor kulturális sokkot és utazási rohamokat okozhat, megtekintését minden korosztálynak ajánljuk. Nem kaptam frászt, hogy nincs meg a csomagom. Pontosan ilyen fejet vágtam, mint Van Gogh. Félre tudtam vonulni a reptér oldalába, és akkor úgy néz ki, hogy eddig épségben megvan minden. Szívbaj rám jött ugyanis, mindenkinek elment a csomag, az enyém nem jött meg egyedül, úgyhogy segítséget kértem, és mondták, hogy a bringa meg az ilyen nagyobb cuccok azok máshol jönnek, és gyerekek, ott volt már 5 perce, a kutya nem vitte sehova. Úgyhogy ez meg pénzérmével működik, és segítettek kinyitni ezt, és nagyon kedvesek voltak. Este 4:45-ra sikerült összerakni a biciklit, hát így néz ki. Szép apránként, ugye az aprólékos munkának meg lett az eredménye. Hát felfújni nem tudtam pumpával teljesen, úgyhogy mindenképpen keresni kell most egy benzinkutat. Láncot rendesen felraktam, a csomagokat is. Hát a papucs elég idiótán néz ki, de nem tudtam most így hova tenni. Úgyhogy hát elindulok most a feladat vizet keresni. Egy benzinkutat és irány a Decathlon valahol arrafelé. Sziasztok, hatalmas nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket. Ahol vagyok, az éppen úgy látszik, mintha egy gyönyörű erdő lenne, de pár méterre mögöttem van Eindhoven városa, illetve vannak a reptere. És a vágóképekből láttátok, hogy repülőgéppel jöttem, és ezennel kezdetét veszi a keresztül Európán vagy Európán keresztül túrámnak a második nagy-nagy epizódja, ugyanis a kitűzött cél nem más, mint az, hogy innen Hollandiából tekerek haza. Na most azt nem merem mondani, hogy Magyarországra, mert valószínűleg odáig nem fogok eljutni, de nagyon-nagyon nagy cél lenne az, hogy Ausztria valamelyik nagyvárosáig. Bővebb terveket fogok mondani, hogy merre visz az útvonal. 2 óriási etapot fogok menni. Bázelig fog tartani az első nagy etap, ami azt jelenti, hogy a beírt trekkek azok olyan
1100 és 1200 kilométer közti távot jeleznek. Ez egy 10.000 méteres szintemelkedéssel. Na most ebben lesznek alternatív útvonalak. Attól függ, hogy az időjárás hogy alakul, és hát amint láthatjátok, ugye a kezdők szerencséje, hogy napos időnk van, és jó időn van, és ha minden igaz, nyilván ezt nem szabad elkiabálni, de a következő napokban is ez így lesz. És hát a tapasztalt nézők már láthatják, hogy nyilván Hollandia, mert olyan kerékpárút hálózat van már a reptértől 20 méterre, hogy mintha egy közúton járnál, és ilyen mini autók lennének, és amióta a felvezetőt mondom, legalább 15 kerékpáros eljött mellettem. Azt mondanom se kell, hogy nyilván csatorna mellett visz a kerékpárút, és tükör minőségű. Most én nagyon óvatos vagyok még itt az elején, mert most raktam össze a biciklit, ezzel kapcsolatban is mondom majd a tapasztalataimat. De a lényeg az, hogy július 19-én Bázelből indul a repülőgépen vissza Budapestre, és majd július 24-én fogok visszarepülni Bázelba. És hogy akkor mi lesz a biciklivel? Hát az, hogy már le van levelezve a Bázelnek a francia oldalán egy kempinggel, hogy ott fogom hagyni, és remélem tartják a szavukat. Svájcba is tettek ígéretet, hogy ott hagyhatom, csak azzal az egy nagy gond van, hogy mivel Svájc nem uniós, az ottani költségek azért egy picit húzósabbak lesznek, mint itt errefelé. Ami viszont most a legfontosabb az az, hogy kinéztem egy Decathlont, ezt már otthon megterveztem, úgy van a Trek összerakva, ugyanis szokásos módon ugye nem lehet gázt szállítani a repülőgépen, úgyhogy most először is a főző alkalmatosságot be kell szerezni. Eindhovenben is van Decathlon, csak az a belvárosban van, és ilyen pláza-szerűen van, tehát bringát nem tudom ott hagyni. Hát a repülőút az 2 óra 15 perc volt, tehát már 3 óra után pár perccel le is szálltunk. Nagyon jó út volt, egy picit rázott. De ami nagyon fontos, hogy ez egy ilyen 2000 kilométeres távnál, azért délután 1 órakor felszállsz a szülővárosodba, és 2 órával később meg leszállsz. Ezzel rengeteg időt és energiát lehetett spórolni. Bocsássatok meg, hogy össze-vissza mondom, csak fogalmaztam itt a gondolataimat a repülőgépen. És tehát az első az, hogy a Decathlon megkeresem, illetve nem is nagyon kell, mert oda-vissza a Trek. Onnan pedig Venlo felé veszem az irányt. Ami még nagyon fontos, hogy egy benzinkutat, vagy hát nem tudom, itt hol van fújtató, kell keressek, mert kézzel én nem bírtam a megfelelő guminyomásra felpumpálni, az én elég puding vagyok. Úgyhogy most indulás is. Egyébként nagyon-nagyon sűrű kerékpárhálózat van Hollandiában, ezt én már hallottam és láttam is kerékpártúrás filmeken, ugye csak megemlítem a Velekei Balázs Trans-Európa túráját, de már most ilyen 5 perccel az indulás után már a fejem leesett a nyakamról, annyira meglepően hihetetlen ez így élőbe. Fogok nagyon-nagyon sokat mesélni nektek a helyekről, a városokról. Nem tudjátok elképzelni, de annyira nagyon sokat készültem történelmileg, sztorikból, földrajzból és minden másból, úgyhogy remélem, hogy semmi gond nem lesz. Úgyhogy várlak benneteket ezen a túrán hatalmas nagy szeretettel. És egy néhány perc után ide is értem, egy igazán mini Decathlon van, úgyhogy biztos, hogy lesz gáz. Na most csak valamit keresni kell, hogy ki fog vigyázni a biciklimre. Hát az ilyen egyedüli kerékpártúráknak azért vannak ilyen plusz feladatkörei. Na kedves nézőknek mutatom a holland Decathlont. Ez a külseje. Közben rohanok vissza a biciklihez. Hát gyorsan körben jártam, ez ugye a Debrecenitől szerintem háromszor, de lehet négyszer nagyobb, ami Budapesten, vagy hát ott Érd felé van, attól meg kb. Kétszer nagyobb. Íme egy holland Decathlon, tehát óriási nagy a bolt, hatalmas. És a gázt meg is találtam. Azt mondja, hogy itt is van. Hát így néz ki egy bringás részleg. Bringás ruhákkal az van, hogy ilyen pici gázpalackot találtam. Az, ami nekem volt, az a kisebb méret, az nem volt nekik, de nagyobb se.
Ez egy óriási, tehát ami Debrecenben van, ez attól szerintem egy háromszor bőven nagyobb. A régi ilyen amerikai stílusú Mekibe ettem egy szendvicset, meg egy kólát, hogy a vércukrom rendbe jöjjön. Kemény 2,9 euróért, viszont a Jumbo-ba nem tudok bejutni. Sikerült felfújtatni a bringát, most ez is 1 euróval működött és 6 percen át fújta, aztán volt 2, mire megfejtettem, hogy hogy működik, de sikerült megoldani, úgyhogy már most 4-8-kor irányba állok és elindulok Venlo felé. Csak megkeresem az utat, csak mutatom, hogy ilyen uszályok, hogy minek hívják ezt, járják ezeket a csatornákat, de már másodikat látom. Közben még itt kóvágok a Decathlon oldalába, és akkor Best települést hagyom el. És elindulok Venlo felé. Tulajdonképpen így egy ideig ezt a csatornát fogom követni. És nagyon-nagyon jól kitáblázott kerékpárutak vannak. Csatorna felett pedig nem egy ilyen rozzant fa híd, hanem egy ilyen, ilyen modern híd, nem láttam még ilyet. Vissza is fordít engem a Navierre rá, erre a hídra. És az érdekes, hogy a motorosok is itt járnak a kerékpárúton. És ugye, mint láttátok, hogy sisak nélkül, lehet, hogy itt nem kötelező itt kis motorra. Ez a csatorna túloldalán igazi jó halszagú kis csatorna. Mert nem egy motoros láttam, egy ilyen kis motorral, aki nincs bukós isak, úgyhogy lehet, hogy itt ez nekik így alternatív lehetőség itt választani rá. És akkor mutatok egy kereszteződést, ami így néz ki, ki van írva itt aztán minden az égvilágon. Itt van az autóút, és akkor nekem itt balra kell menni, így. És akkor általában így vannak az utak mellett, az autóutak mellett a kerékpárutak. Sőt, sok helyen, mind a két oldalt, nagyobb utaknál. Egyébként maga ez az erdős rész, akár ez az otthon is lehetne Debrecen mellett. És közben gondolkodom, hogy mi az, amit nem mondtam így egy ilyen nagyobb felvezető elején. 2022. július 4-e, azaz a függetlenség napján indultam el Debrecenből, és akkor most este 7:30-kor itt bringázok Hollandiába, Eindhoven mellett Best után. És akkor túl a szokásos ilyen repülőgépes procedúrák után a két kis gáz itt van a két zsebembe hátul, mert nem tudtam hova tenni. A csomagot úgy septéve elpakoltam, hát eléggé színültig van minden. És ez a mekis kaja, ez pedig egy ilyen szükséges rossz, mert annyi kalóriát ad, hogy ma már a kaja nem jut az eszembe ott az egy sajtburgertől, a kóla meg ugye este kávé helyett. Viszont élelmet nem hoztam magammal, tehát tavaly vittem Franciaországba jó pár dolgot, most viszont az égvilágon semmit. Megálltam elpakolászni egy picit, mert ne nézek ma úgy ki, mint egy hajléktalan. A papucsot betettem ide alulra, nem akartam hozni, de nagyon fog kelleni azért, akkor mászkál az ember picit cipő nélkül. És akkor pár dolog így a táskáról. Elől hálózsák, két nagy powerbank, ketté vágtam a sátor alá tétet, hogy fel akkora legyen, plusz itt a szöveg. Annyira fogtok röhögni, egy hete raktam bele a sátrat, meg a ponyvát, és ha nem lesz benne, akkor élő egyenes adásba felveszem, ahogy sírni, hisztizni és toporzékolni fogok itt az út közepén majd. A jó kis gyönyörű derékaljam. Hát ezt el kell tudni ruhásnak, mert csak kell ruha. Hidegebb lesz itt, mint felénk. Szokásos ruhástáska, drón, meg itt a konyha. Ennyi az egész cucc egy hónapra. Egy érdekességet hagy mutassak, hogy itt később van naplemente, mint nálunk. Tehát 21:54-kor bukik le a nap, az azt jelenti, hogy még utána egy fél óráig világos lesz kb. Tehát ilyen 10:45-ig tudok menni. Viszont reggel 5:30-kor fog felbukkanni, tehát olyan 6 óra környékén lesz teljesen világos. Egy ilyen érdekesség, tavaly is az óceánnál volt hasonló jelenség.
Az út kicsit hasonlít a hazai kerékpárutakra, nagyon jó minősége van. Közben életem legszexibb szemétfeldolgozója mellett jöttem át az én csodálatos illatokkal, balra pedig a csatorna. Ugye azt nagyon sokan tudjátok, hogy Hollandiának több ezer kilométeres csatorna hálózata van, és állítólag az északi tengertől a földközi tengerig le lehet hajókázni, és hogy szokás is erre felé ez az életmód. Közben a repüléshez visszatérve egy gondolatra, hogy nagyon sokan vágtuk bele ilyen hosszabb útnak, ami nem a szomszédos országokat, hanem azon túl értendő. És hogy kérdeztétek, hogy nem-e félek feladni a biciklit, meg ilyeneket. Hazudnék, azt mondanám, hogy nem félek, de már most idén, egy második alkalommal életem során, egy pici félsz nem volt benne. Most, amikor leszálltam a gépről, akkor vert le a víz, hogy nem volt ott a többieké közt, és akkor mondták, hogy nyilván, mert nem fér ki a kapun. Én úgy gondoltam, hogy ki fog az ott bújni, de azt mondták, hogy nem. De hogy mert, hogy összetörik, dobálják a csomagot, stb. Hát nem volt semmi gondom vele, tehát nagyon szépen ki volt rakva. Nem is volt megsérülve se semmi rajta. Tehát a doboz is olyan érintetlen volt, hogy otthon levittük a Hondába. És én azért bátorítok mindenkit, aki ilyen hosszabb kerékpározásra adja a fejét, mert egyrészt, ha ügyesen veszel jegyet, akkor körülbelül ugyanannyival meg tudod úszni, mint ha buszozol vagy vonatozol. Nyilván drágább lesz, hiszen a maga a kerékpár szállítás az drága. Tehát kapaszkodjál meg, nekem a repülőgépre a jegyem, nekem 3900 forintba került. Tehát ennyiből 50%-os közalkalmazotti kedvezményemmel elvonatozok Budapestig. Na most, amíg elvonatozok Budapestig, annyi idő alatt repültem el idáig. Úgyhogy mindenképpen rengeteg időt és energiát meg lehet vele spórolni. Ugyanakkor meg ott van egy ilyen panaszkezelő iroda, hogyha bármi kifogásod van a szállításán, akkor ott panaszt tudsz tenni. Aztán onnantól kezdve intézik, tehát hogy itt nagyon ilyen szögletesen odafigyelnek mindenre, meg nagyon kedvesek voltak. Nyilván mindenkit az ár érdekel a legjobban, 46 ezer forintba került mindennel együtt, 18 ezer volt csak a kerékpárnak a szállítása. És akkor itt át fogunk kelni egy csatornán, amit ki lehet nyitni. Nyilván most ment el az előbb a nagy hajó, nekem itt jelzi a track, hogy át kell menni a túloldalra. Úgyhogy ezt most akkor itt végig is nézzük, hogy is néz ez ki. Mindenhol lámpák vannak, közben 42-es számú út. És ugye azt gondolnátok, hogy mehetsz itt ész nélkül. Elmondom, hogy nem, mert rengeteg kerékpáros van, tehát nem figyelsz már előtt valaki, de halál komolyan este 8 órakor, gyerekek. És fantasztikus bringáik vannak, tehát gyönyörű szép bringáik vannak. De a Decathlonban nem mertem annyit nézelődni. Csináltam nektek egy pár snittet róla, közben átmegyek az autópálya alatt. És a két tündérvirágszál az eltűnt onnan a kasszából, mire lementem, az a biciklőre volt kitámasztva. Nem jött le a videóról, főleg a telefonos videóról, de 250 méterrel hagytam ott a biciklit. Tehát, hogy rá se lehetett látni. Bár mondjuk eddigi tapasztalataim alapján van egy olyan erős gyanúm, hogy itt a kutya nem lopja el. Nézegettem, hogy amik ki voltak rakva, bringák, nem mind volt lelakatolva, nem mind. És ilyen érdekesség, hogy kétféle számozása van, és így írják, hogy nem tudom, az a kis motort, vagy nem tudom, az e-bike-ot jelenti, szerintem inkább ilyen segédmotoros kerékpár lesz az, hogy ezen tudnak motorozni, és akkor még egy érdekesség, hogy a kerékpárút mellett van külön járda, még pluszba, itt a csatorna mellett. Egyébként itt nyilván ezek most nem olyan nagyon látványos tájak, kerékpározás szempontjából annyira nem élvezetesek rajtam kívül, mert én roppantul élvezem, gyerekek, hogy nincs autó a fasorba se itt mellettem. Amelyik meg volt, az olyan nagy gesztussal engedett el maga előtt, hogy én kértem elnézést. És az viszont jó, hogy ilyen erdős rész van, mert aki esetleg most csatlakozik be így a népes táborba, azoknak a
kedves nézőknek mondom, hogy az én túráim egyik arszpoétikája, illetve a tematika fontos része az, hogy ezeket a gigantikusabb, most idézőjelbe számomra gigantikusabb távokat minél kevesebb költségvetésből próbáljam meg fedezni. Hogy szoktam mondani, sok pénzből könnyű utazgatni, de nekem nem áll annyira sok rendelkezésemre, és ennek okán, amit nagyon sokat tudok spórolni, ez a vadkemping. Vadkempingezés, tehát, hogy nem kempingben megfizetett szálláson, hanem ott az erdőszélen fogok aludni, úgyhogy ez van betervezve. És tudom, hogy ezt a filmet valószínűleg télen fogjátok nézni, hiszen körülbelül október-november tájékán tervezem adásra tűzni, de felelevenítem a memóriátokat, hogy volt ez a 3 hetes hőség riadó Magyarországon, tehát konkrétan az otthoniak azt mondták, hogy mikor eljöttem délután 40 fok meleg volt. És itt pedig most 22,7 van. De egyébként délután, mikor leszálltam, ilyen 3-4 óra között mért ez az óra, ez a szigma árnyékba 25-öt. Tehát itt átlagban egy 15, de esetleg talán még 20 fokkal is eltérhet a hőmérséklet. És nem merem elkiabálni, de lehet, hogy olyan mocsok szerencsém lesz, hogy nem lesz eső az első héten, legalábbis az előre jelzések alapján. Úgyhogy hát ez tényleg csak megsúgom nektek, mert nem akarom, hogy másképp legyen. Nagyon szeretném, ha ez így lenne. És ezek a számomra kicsit ilyen Angliára hajazó házak, ezek a régebbiek. És itt is egy ilyen speciális híd. Ugye a hajóknak is van lámpa, közlekedési lámpa. És most átmegyek a csatornán még egyszer. Miközben egy ilyen modernebb negyedet keresztezek. Nagyon-nagyon őszintén megmondom, hogy fogalmam nincs, hogy hol vagyok. Én nem tudom, mit emel meg ez a szerkezet, mert ezt az aszfaltot biztos, hogy nem. Csatorna. Naplementébe. És itt nekem menni kell balra, a trekkem szerint. Hoppá, így. Nagyon emlékeztet engem az óceánparti házakra. Ugye az itt tartózkodásom körülbelül 2 óra hosszája alatt nem láttam ilyen 10 évtől öregebb autót. És hogy át a csatorna túloldaláról, akkor még egyszer a paneleket hagyd mutassam meg, hogy így is lehet házat építeni. Kár, hogy a szocializmusban nem jártak erre, mert akkor lehet, hogy nálunk is ilyen lett volna. És hogy öntsem az olajat a tűzre, még átszelem is van, gyerekek. Hát kegyetlen, gyönyörű, szép, közben a kikötő. Nagyon érdekes jelenség az, hogy általában ezeknek a több részes túra sorozatoknak az első részét nagyon sokan megnézik, és utána már általában kettővel el lehet osztani. 72-es számú kerékpárútra áttértem. Az igen. Aztán minél, de szép jószágok. Tehát az első részt azt nagyon sokan megnézik. És a utána lévőket pedig fele annyian, illetve már utána csak harmad annyian is. Ez nekem azért fura, mert például magamból kiindulva, hogy ahogy az otthoni életedet így egyik pillanatról a másikra átváltod erre, ráadásul úgy, hogy repülőgépen nincs is időd átállni fejben, például, hogyha mondjuk 2 napig vonatozol vagy buszozol, azért ott úgy átkapcsol az ember, van rá ideje, itt meg annyi mindenre kell figyelni, ezért kicsit macerásabb a repülés, ez igaz, nagyon kell figyelni, tehát itt nem lehet bambáskodni. Nem lehet, tehát hogy itt bamba vagy nem készülsz rendesen, akkor úgy lesznek gondjait, hogy perkálni fogsz még egy csomó pénzt. De ha ügyes vagy, akkor annyiból, amennyiből kitaláltad, meg fogod tudni csinálni. Szóval, hogy nincs idő átállni, és te annyira új minden, annyira más minden. De most már kezd hűvös lenni, nem vagyok hozzászokva, hogy fázzak. Egy picit megdiderget a szél.
ez az oldal hátszél. És amit még akarok mondani, nem tudom, hogy összejön-e még ma, vagy már csak majd talán holnap. Csak mert most még frissen hajat mosva, még a mai nap fürödtem, azért akarok úgy bejelentkezni. Ugyanis van egy gyönyörű szép hófehér mezem. Rajta két oldalt egy-egy magyar zászlóval. És ilyen mezt nem lehet kapni a boltokba, ugyanis ez csináltatva lett számomra. Ugyanis elárulom nektek, hogy amire életemben nem álmodtam volna, egy megkeresés jutott el hozzám, és hogy közölte velem az úr, hogy ő szeretné támogatni a túrámat. És az úriember egy nagyon-nagyon régi barátom, 20 éve nem találkoztunk, középiskolában voltunk osztálytársak, és nekik van egy autóklubjuk, egy Citroen XM klubjuk, és ez az XM klub segítségével, úgymond szponzorálásával, vagy jóvoltából fedezni tudom az utam egy jelentős részének a költségeit, és ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve 6 csillagos luxus bordély szállodákba fogok megszállni, és pesgőt mindenkinek, kaviárt. Nem, nem ez lesz, ugyanezt fogjátok kapni, amit eddig is, hogy itt a bokor alján fogok szerencsétlenkedni, vagy a kukoricásba, vagy éppen ahol. De ez mégiscsak egy óriási gesztus, hogy megsegítettek ezzel, ez nekem óriási segítség, hiszen a filmek költségvetése egyre több és több, és azért kedves nézők, akik már nyomon követik évek óta a munkásságomat, azért látják, hogy nem élek nagy lábon. Egyébként lehetne ezt nagy lábon is művelni, ezt a kerékpársportot. Nem mondom azt, hogy nincs rá hangulatom, mert ahogy minden évben egyre idősödöm, azért úgy néha jól esne egy-egy kényelmesebb hely. És akkor itt újra egy kereszteződés, én még át fogom vágni egyenesen. És itt is gyerekek, mindenhol, mindenfelé van kerékpárút, ilyen nagyon jó hidakkal. Most ezt azért most így nem égetném be magam, hogy megpróbálom elolvasni ezeket a neveket. De hogy tetézem az örömömet, egy másik barátom, és megígértem, hogy meg fogom említeni, szeretett volna anonimitásba maradni, mert egy végtelenül szerény és jószívű fiatalember. Pásti Lajosnak nagyon szépen köszönöm a kávé és a tejpor felajánlásokat, azzal az üzenetekkel, hogy igyál már végre rendes kávét. És az ige kötőségét azt képzeljétek a végéhez, de tehát az, amikor felhív, hogy akkor átugorna. És nagyon jót szórakoztunk rajta, úgyhogy innen is köszönöm, Lajos. A túrára meghívtam személyesen Nils Holgerssont és csapatát. Márton Lud elvállalta a fellépést. Kákkal a kiakka, meg a kis pocok meg a kocsmába isznak éppen, úgyhogy ők most nem érnek rá. És amit ígértem Gellért Lajosnak és a Magyarország Citroen XM-nek, szeretném megköszönni ezt a trikót. Megmutatom nektek, íme itt vannak a jelek, a magyar zászlók a két oldalán, illetve a hátán a logó, és innen szeretném megköszönni a támogatásotokat, és mindenki másnak, aki az évben magával a figyelmével és esetleg csatornatagságával támogatja a túráimat innen Hollandiából. Na, utolértem a hajót, és a térképem szerint mindjárt lesz egy híd megint, úgyhogy ott muszáj lesz átmenni alatta. És azért elmondom nektek, hogy megy rendesen. Egy 22-vel így megyek el mellette, tehát ilyen 15-tel kb. Simán jön. És ott lesz a következő híd. És éppen mennek át rajta az autók. Na, azt megnézzük, hogy ott mit csinál. Igen, ilyen az infrastruktúra. És ez már az alatt a 18 kilométer alatt a műtőjövök, nem tudom, hanyadik ilyen. Ez
csak egy csatorna, gyerekek. Ja, és van így 30-40 centi a két széle közt. Kerékpározok a gyönyörű naplementébe, még egyszer a hajót megelőzöm. Gyönyörű szép ilyen tölgyerdő ez, vagy mi? Igen, tölgyerdőbe. Reméljük nincs tele kullancsal. Nagyon-nagyon sok az országúti bringás és sima biciklivel edzenek itt az urak, hölgyek, nénik, bácsik. Nem e-bike-kal, viszont rengeteg e-bike-ot is láttam, azzal közlekednek bent a városba. És az előbb is láttam egy ilyet, hogy az autót viszik rajta, szerintem ez ilyen magánvállalkozás lehet, és rajta laknak. Az előbb a néni ott pihent a hajó szélén, és ott is ott volt az autó. És szerintem nekik ez a munkájuk, és ez a lakásuk is egyben. És ami érdekesség ebbe a túrába, ebbe a fajta életmódba, hogy látsz ilyeneket. Az interneten is olvashatsz hasonlókat, de hidd el nekem, hogy teljesen semmi köze ahhoz, hogy a saját szemeddel látod, vagy így meg is éled ezeket a dolgokat. Hát ez semmi köze nincs egymáshoz. Az Arelsvig felé megyek. Hi. A 63-as úton, igaz, ilyen nagyon hangulatos fasorba. És elmondhatom, hogy a fasorba se vagyok végre. Hi, hi. Hát kb. Ilyenekből, ahogy szerintem 100 biztos megelőzött. Megálltam egyet szusszanni. Ugyanis elhatároztam, hogy nem fogom széthajtani magam. Majdnem mindegyik hídnál volt egy ilyen tábla. Főképp mindig a túloldalt, úgyhogy most megállok, megnézzük, hogy mit is jelent ez. Ez egy csatorna munkálatait mutatja be ilyen képekbe. 1916-ban kezdték el, és mutat egy ilyen tervet, egy ilyen szerkezetet, hogy hogy ásták ki, milyen mélyen, hogy tették föl ezt a, szerintem az ilyen második világháborús ilyen pontonhíd, vagy minek hívják ezt, elnézést, nem értek hozzá, hogy ezt írja le, hogy mennyi idő alatt, milyen anyagokból, mennyi energiával rakták össze, és itt, ami a kerékpárosok számára talán egy fontosabb tábla, most már a 93-as úton megyek, itt vagyok a U-Stadt hír, tehát hogy itt áll, 93-ason, 63-ason jöttem végig. Már Eindhoven nem lehet látni, körülbelül egy 25 kilométerre elhagytam, és én fogok tovább jönni egyébként tulajdonképpen nyugati irányba,
és egy érdekesség, bár innen annyira nem látszik, nagyon-nagyon közel vagyok a német határhoz. Venlo lesz a legnyugatibb pont, és onnan majd délnek fogok fordulni, és elő fog bizony fordulni, hogy átcsusszanok Németországba. És tehát ilyen részletességek ki vannak írva, számozva van mindegyik kerékpárút, és mindenhol oda van írva, hogy éppen hová tart, melyik irányba. Ennek okáért meg is mutatom nektek közben csak, hogy a bicikli útra építenek ilyen terelőszigeteket, amit nálunk a főutakon van, általában a települések szélén. Ez milyen érdekes. Na, hogy itt van, ugye egyenesen 59-es, 92-es kanyarodik fel, ugyanaz. Mindenhol táblák vannak, lámpa van éjszakára. Nagyon-nagyon kiépített. Mutatok is egy térképszeletet, ugye sokan olvastátok, vagy hallottatok már róla, hogy Hollandiának van a legsűrűbb kerékpárút hálózata, és van egy térkép, ami ezt jelzi is, a kerékpárutakat. És szinte, hogyha eltávolodunk a kicsinyített nézettől, akkor azt látjuk, hogy ami rózsaszín, az mind, ugye ilyen lilás, az mind kerékpárút, és tulajdonképpen az egész egy nagy kerékpárút, az ország kontúrját kiadja kerékpárútokba, és ki is színez, úgy néz ki, mint egy alsós gyerek festette volna ki ceruzával. De ez azért jellemző még Belgiumra is, meg Franciaország, meg Németország nagy részére. Beértem Arles Rixtel nevű helyre, és itt a lakóhajósok itt már egy jó pár száz méterre vannak, csak sajnos nem tudok átmenni arra az oldalra. Bár csak a városban nem megyek be, csak érintem itt a szélét. Este 9 óra van, mutatom. Úgy néz ki az ég, mintha nálunk lenne délután, mondjuk ilyen 3-4-8 kb. Az a feeling. Egy picit megkukkantjuk, hogy is néz ki egy ilyen kisvároska. Ez elég picinek számít, így a térképen is látszik, hogy egy pár százan lakják. Nagyon jellegzetes ez az építkezés, és át fog menni a csatornán újfent. Csak itt kínlódok még a kereszteződés, mert 1897-ben épült ház, ilyen jól néz ki. Ez az egész utca körülbelül. Illetve ez dettó. Azt a mindenit. Egyébként az előbb jött itt egy srác, ment volna egyenesen, az autó pedig a srác egyenesen, az autó jobbra. És éppen ha a gyerek nem figyel, akkor elüti, nem nézte. No, akkor átlibegünk a főúton, és nekem egyenesen kell tovább menni. Ott vannak a hajók. Kicsit lassítok. Eszméletlen hangulata van, fantasztikus. Ki van írva, hogy vigyázzunk a mókusokra. És egy kis közeli vidéki élet. Mondták, hogy itt nagyon élén van minden, de hogy így látom is, így tényleg durva. És érdekes, hogy nem mindegyiken van függöny, nem mindegyik házon. Itt az ilyen 60 pluszosok így szórakoznak. De nézzétek meg, hogy milyen érdekes, hogy ők fáznak így. Én még simán jól érzem magam rövid ujjúba. Ló be van öltöztetve. Az igen. Aztán volt minden, az előbb a régi autókat nem tudtam megmutatni, de a házak továbbra is ámulatba ejtenek. Köszönöm. Azt a minden itt, gyerekek, micsoda házak. Nulla kerítés.
És mondom, nagyon sokon nincs függöny. És hogy ilyen nagyon nagy belső terek vannak. Közben, hogy kezdően erdősödni, és én ezeket már nézem fél szemmel, mert este 9 óra elmúlt pár perccel, és navigáció szerint hát hamarosan megindul a naplemente, úgyhogy nekem egy táborhelyet kell nézni. Nyilván Venlót nem is akartam ma elérni, hiszen ez egy nulladik nap, tehát ez azért az első nap, az mindig a megérkezés, meg az irányba állásról szól. És hogy elindulok azon az úton, amit kitűztem magamnak, majd tulajdonképpen holnaptól fog indulni a túra. Szokásosan az, hogy egy boltot majd kell keresni, mert ma már hát írdésmond nem tudok enni, mert akkor azt a kekszet megeszem reggelre, abszolút semmi élelmiszerem nem lesz, ezt szó szerint kell venni, tehát most nincs tartalékom se. De ez így is volt kikalkulálva, én majd valahogy megoldom menet közben. Ugyanúgy lassan nézegetem, mint az erdőket. A csatornát elhagytam, vettem egy 90 fokos fordulatot, és már ez egy ilyen erdősebb rész. Beértem 4:10-kor este Bekel településre, ez a neve. Hát ez elég durva, ez a látvány. Remélem a televízióból átjön. Fantasztikusan szép utcák, és ezek a téglaházak nagyon különösek. És látod, hogy be lehet látni. Nem tudom, így a kamerával be lehet, de én a szememmel belátok nagyon sok helyre, ahol nincsenek ilyen nagyobb függönyök, vagy ez a roló. A nagy vágyálmom, ezek a kemper autók, azt a mindenit. Igen, az a tervem, hogy egy ilyennel szeretném járni Európát pár éven belül. És úgy, hogy többet magammal. Ez egy teljesen más élmény. Közben hát itt le vagyok halva ezen a kisvároson, vagy falun, nem tudom, itt ez minek számít. Tehát nem tudok merre nézni. nagyon gyönyörű. És lassan-lassan, ha kérek, akkor elérkezett a táborhelykeresésnek most már az ideje. 9:30 van. Kamerába a kedves néző világosabbnak érzékeli ezt a naplementét, mint a valóságban, de nem szeretnék vaksötétbe botorkálni az erdőbe, úgyhogy még egy fajta szürkületnél jó lenne tábor bontani. Egyébként itt a város előtt voltak jó erdőrészek, kis fenyőerdők. Úgyhogy hát, ha lesz még majd most is. Na végre egy rendezetlen porta. Egyet találtam, nézzetek meg. Nincs lenyírva a fű, de lehet nem lakik benne senki. És akkor Bakelt el is hagyom. Eme pillanatban. Azt a házat nézd hátul, azt a mindenit. Kis érdekesség közben mutatom, hogy a kerékpárút az ilyen betonkockákból van. Viszont csak azért mutatom, mert hogy látod, hogy nem ráz. Jó, nyilván nem teljesen tükörsima, de teljesen jó. Tehát abszolút jó. És akkor a másik érdekesség, hogy két oldalt van kerékpárút, most már ennél az útnál. És mindenki menetirány szerint közlekedik. Tehát én ezen, és akkor ott jön egy bácsi, ha jól látom. Nem, bocsánat, néni. A néni pedig a túloldalt jön. És mindenki a saját oldalán, tehát itt nem fognak veled szembe jönni. Úgy lássátok, 21 óra 40 perc van, és ott éppen készül lebukni a nap a fák mögött, már így most föl kellett venni a szél mellény, mert most már azért 19 fok van, gyerekek, hát elszoktam itt a 36-7 fokba ettől a melegtől. Úgyhogy nagyon szép, kényelmesen
figyelem itt a helyeket, de hát nyilván, hogy szokott lenni, kukoricás, de színültig magánterület, minden gyakorlatilag a város óta végig magánterület, úgyhogy most abban reménykedem, hogy valami erdősáv csak lesz arra felé. 10 óra 5 perc. És hát már a nap lement, kezd sötétedni. Nyilván most érek be egy ilyen település agglomerátumba, gyakorlatilag egyikből a másikba esek át. Na de hát, ha lesz majd valami. Közben nem is baj, mert hogy kapcsolják fel a villany, teljesen be lehet látni a házakba. Látod, hogy mit néznek a tévébe. Közben Deurnt hagyom el. És akkor látjátok, tehát vannak ilyen erdők, de te körbe van kerítve, tehát hogy be se tudsz menni. A túloldalt meg kukoricás, és akkor házak, és ez van 15 kilométerre. Hát kedves nézők, este 10:30 van. A kamera világosabbnak látja egyébként, mint az emberszem. Így mutatom, na ez a normális. Ott lesz a táborhely, nem nagyon látszik belőle semmi. Hallatszanak a suhogások. Hát gyakorlatilag szerintem egy ilyen 15 méterre van az országút. Csak van itt egy erdő, egy fasor mellette. És még ott talán egy házak fényei látszanak. De ez nekem most tökéletes lesz itt elvackolni. Úgyhogy nekiállok sátrat építeni. És akkor így a nulladik nap végére egy jó kör panoráma. Nem sok minden látszik, de hát be vagyok pakolva. Annyira puha a talaj, hogy nem tudom nektek így, hogy nem kellett a derékait egyáltalán felrakni, mert olyan, mint tényleg egy ágyba feküdnék. Úgyhogy ezekkel a jó sötét félvak képekkel szeretnék elköszönni tőletek a mai napra. Hogyha tetszett, akkor várlak benneteket vissza 2 hét múlva, illetve csatornatagokat hamarabb. Ugye az első nulladik nap távolsága az igazából jelentéktelen, mert 41 kilométert mentem körülbelül, de hát holnaptól fog indulni most már nettóban a teljes biciklizés. Úgyhogy várlak szeretettel benneteket 2 hét múlva, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!